A Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén című topos projekt szakmai napján elhangzott, a tervezett és a már megvalósult fejlesztések hozzájárulnak a város általános környezeti állapotának javulásához. A projekt keretében jelentős zöld felületfejlesztés valósult meg a közelmúltban, többek között megújult a Bújtosi Városliget, valamint a Bencz úr és a Besenyei tér is, fejlesztették az Arany János utca növényállományát és megvalósult a Pazonyi tér park rekonstrukciója. Hamarosan gazdasági céllal hasznosul egy önkormányzati tulajdonú használaton kívüli épület. Egyetlen egy elem hiányzik már csak a projekt megvalósításához, ez a Bocskai utca 16 szám alatt lévő ingatlan, amelyben egy szolgáltató központ kerül majd kialakításra, mégpedig úgy, hogy az épület, amit egyébként a városlakók biztosan számtalanszor láttak, megtámasztva áll jelen pillanatban a Bocskai utcában, megújul, új külsőt kap, lebontásra kerül, de az utcafronti része újonnan megépül, tehát megtartjuk a külső jellegét, belül pedig egy vadonatúj szolgáltató központ fog kialakulni. Kreatív és innovatív fejlesztések Nyíregyháza turizmusában címmel is tartottak előadást a projekt szakmai napján. Kiderült az is, hogy milyen jelentős beruházások vannak, illetve lesznek a közeljövőben Nyíregyházán. Szinte minden attrakciót fejlesztenek majd. Úgy az állatparkot, mint a fürdőt, mint maga a sóstó gyógyhelyet, hiszen már egy elnyert gyógyhelyfejlesztési pályázatunk van, hiszen egy elnyert állatparkban jégkorszakot bemutató pályázatunk van. A fürdő tekintetében most nyújtottunk be egy pályázatot, és az is, hogyha megnyerjük, akkor egy több milliárdos beruházást jelent, és ne felejtsük el a múzeumfalut, hiszen ott szeptemberben egy teljesen megújult külsővel várjuk majd a vendégeket, és természetesen további ötleteink is vannak, amelyek reméljük, hogy megvalósulnak majd. A szakmai napon kiemelték, a közel 1,2 milliárd forintos zöldváros projekt ez év végéig tart.